Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy aktuális szerelmi jóslás, ahol feltesszük a három fontos kérdést. Mi az ő gondolata, mi az ő terve, hogyan érzi magát, vagy mit érez irántad, és mit fog tenni? Ez egy általános kivetés, de megvan arra a lehetőség, hogy kérd tőlem ezt a jóslást, vagy egy másikat. A díjam jóslásonként 4000 forint. Most rátérnék az első kérdésre. Mi az ő gondolata, mit tervez, mi foglalkoztatja őt, az itt felül és alul látható. Itt van a sors kereke, és ez jelenti a sors döntő döntéseket, vagy változásokat, itt lesz egy új irány, ami szerencsét hoz. És itt látható már ez a megújulás. Valamit lezárt a múltból, és tervezi a jövőt, talán veled együtt tervezi mindezt. Az érzelmeit itt bal oldalon látjuk. Vannak még nála küzdelmek. Ez lehet egy belső harc is, amikor félelmek vannak, vagy bizonytalanságok, tegyem, vagy ne tegyem, hogyan tovább, nem tudom, de ez a kép utalhat külső támadásokra is, amikor védenie kell magát. Elfordul ezektől az eseményektől, az itt látható, hiszen új irányba tekint. Megvan nála a bizalom, tudja, hogy minden jóra fordul, megvan a bátorsága is. Sőt, a kezében van ez a glóbusz, ami jelenti az egész világot, utalhat egy utazásra. És a kettes szám jelenti a kapcsolatot kettőtök között. Azt is jelentheti ez a kártya, hogy tervez veled egy utazást. És itt van a varázsló, a varázslatos kisugárzás, a bizalom, a hit. A vonzalom kettőtök között. És mit fog tenni az itt látható jobb oldalon? Érdekes, hogy mind három kártyán az érmék jelennek meg. Ez utalhat az anyagiakra, a munkára, hiszen ez összefügg egymással. De jelenti a belső értékeket is. Itt ez a kép utalhat veszteségre, hiszen itt van a szomorúság, itt vannak a fájdalmas emlékek, nem megy tovább, mindkét személy itt lefele tekint, nincs meg a hit, nincs meg a bizalom, nem tudják hogyan tovább, botladoznak. Ezek az akadályok. Viszont, ha észrevennék azt, hogy a háttérben itt van a szent kép, akkor meg lenne a bizalom, és akkor tudnák azt, hogy lehet, hogy idő kérdése, de minden rendeződik. És itt vagy ő nyújtja át számodra ezt az arany érmét, ez lehet anyagi segítség, vagy egy jó ajánlat, ami a munkát, hivatást illeti. De az is lehet, hogy te tartod a kezedben ezt az arany érmét, az is előfordulhat, hogy ő közli veled, figyelj oda az értékekre, légy annak tudatában, hogy megvan a tehetséged, értékes vagy, és lehet egy munkahelyi változás, hogy itt nem érzed túl jól magadat a munkahelyen, de lesz egy jó ajánlat. Ami ezt a férfit illet, ő a király, és ő is elvárja azt, hogy megkapja az elismerést. Uralkodik az arany érem felett. Az lehet nyeremény, vagy sikerek a munkát illetően. És megnézzük, hogy mit mutatnak még a kártyák.
Itt a könyv jelentheti a tudást, a tanulást, a továbbképzést. De azt is jelentheti ez a könyv, hogy ő zárkózott. Nem beszél még a változásokról. Vagy azt is jelenthetik a képek, hogy ő úgy gondolja, hiszen a gondolatában jelenik meg, hogy eddig valaki eltitkolt előle valamit. Itt vannak még nehézségek, problémák, ami foglalkoztatja őt, nyomasztja őt, de ezt eltitkolja előled, nem beszél a problémákról. Itt lesz kapcsolat kettőtök között, lesz egy utazás, lesznek változások. A képek mindkettő utalhat bizonyos szerződésekre is. Itt megjelenik ez a férfi, és utal arra, hogy ő áll a középpontban, megvan ahhoz az ereje, a bátorsága, hogy rendezze a dolgokat, hogy védje magát. Itt ez a virág jelenti a tisztaságot, tiszta érzelmeket, tiszta gondolatokat, vagy azt, hogy megvan a varázslatos vonzalom kettőtök között, itt a kapcsolat, egy utazás, tisztázódnak bizonyos dolgok. Ha te egy hölgy vagy, te jelensz meg itt a képen, nálad vannak problémák a munkahelyen, de ő majd közli veled, hogy tud azt, hogy értékes vagy, tehetséges vagy, vannak lehetőségeid, és tényleg azt mutatják a kártyák, hogy itt lesz számodra egy jó ajánlat. Ami érdekes a kivetésnél, és ezt én szépnek találom, hogy te is megjelensz meg, ő is megjelenik, és ha így van a jóslásnál, akkor az megerősíti azt a gondolatot, hogy összetartoztok. Visszatérve erre a két kártyára, ezek lehetnek problémák, amit eltitkol előled, de azt is jelenthetik a képek, hogy a téli hónapokban lesz egy továbbképzés. Itt a fa jelenti a biztonság érzetét, ahol le tudsz gyökerezni. Ez lehet most a munkahely. A fa jelenti az egészségügyi témákat is. Lehet, hogy ezen a területen dolgozol, és itt lesz egy jó ajánlat. Vagy azt, hogy eléred a céljaidat, ahol le tudsz gyökerezni. Itt lesz mozgás, lesznek változások, beszélgetések, sőt, a kép utal a vidámságra is. Ha arról van szó, hogy munkahelyet szeretnél változtatni, akkor a király lehet a főnök, vagy az új főnök, aki neked egy lehetőséget átnyújt, és itt van ez a beszélgetés. Az ő jelenlegi helyzetére utal a kasza, hogy elvág bizonyos dolgokat, vagy félelmeket, vagy kapcsolatokat. A te jelenlegi helyzeted itt lesz egy szerencsés fordulat, egy jó ajánlat, itt a vidámság, jó hír, szép beszélgetések. És ez volt az általános jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, vagy jelentkeznél a csatornámra. Köszönöm szépen! És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderrel!